meg itt is van mellettem Szirony Szabolcs, szia, köszöntelek a műsorban, a Budapesti Dokumentum Film Fesztiválnak a program szervezője, ahova egyébként ti is nyerhettek jegyeket, hogyha magazin@fixhd.tv és e-mail címre elküldjétek nekünk azt, hogy mi a kérdés? Hát legyen akkor egy olyan kérdés, ami egy filmmel kapcsolatos, és akkor erre a filmre is lehet nyernetek jegyet, és ez pedig az, hogy a Tér című filmünk, az melyik országban játszódik, Egyiptomban, Szíriában, vagy mondjuk legyen olyan becsapós, hogy lehet, hogy ez az igazság. Ez ritka, mert még választ lehetőségeket sem nagyon szoktak kapni. Tehát még egyszer magazin@fixhd.tv. Nos, Szabi, mi ez a Dokumentumfilm Fesztivál Budapesti? Miről szól ez egész pontosan, és hol van? Hát a Toldi moziban és a Művész moziban vagyunk, és ez 5 napon keresztül gyakorlatilag reggeltől dokumentumfilmeket vetítünk. Ezek a dokumentumfilmek, ezek a legfrissebb filmek azokról a fesztiválokról, amelyekről hallunk sokat. Berlinale, Sundance, két Oscar jelölt filmünk is van, pont a Tér egyébként. És ezek a filmek gyakorlatilag 2 hónappal később itt vannak Magyarországon. Egyszeri vetítési jogokat veszünk meg, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy itt és most pillanat. Akkor ezeket valószínűleg nem fogjátok látni sehol máshol. És, tehát akkor nincs olyan, hogy ismétlés valamikor, tehát hogy egyszeri... Hát nagyon kicsi az esélye. Tehát úgy ismétlünk filmet, hogyha rengeteg a néző, van már egy-kettő filmen annyi előjegyzés, hogy látszik, hogy a fesztivál alatt ismétlünk, de valószínűleg ezek nem fognak moziforgalmazásba kerülni. És ez a hét. És ez tényleg a dokumentumfilmekről szól, de mi próbálunk kapcsolni hozzá zenei eseményeket is, és próbáljuk az egészet úgy eladni, úgy adni a nézőknek, hogy tényleg lássák azt, hogy ez mennyire egy, tényleg egy nagyon vagány műfaj egyébként. Akár hiszitek, akár nem, a dokumentumfilmezés az mindig úgy tűnt, hogy egy ilyen nagyon komoly téma, és mi meg azt akarjuk bemutatni, hogy ennek 1000 ága van. És igen, egy teljes nagy kerek csomagban gondolkodunk, esténként koncertekkel, zenei dokumentumfilmekkel, beszélgetésekkel, rendezőkkel lehet találkozni. A Toldi az így zsibong, komolyan. Ezzel kapcsolatban egyébként van egy kis videónk, amit nézzünk is meg. Egyébként tényleg nagyon vagányok voltak. Azt számítva egyébként, hogy ez most Budapesten van, budapesti vagy magyar dokumentumfilmet is láthatnak az emberek, vagy nem? Nagyon fontos, amit kérdezel, és tök jó, hogy föltetted ezt a kérdést. Először, mert mi 5 évig csináltunk egy dokumentumfilmfesztivált, Ha értene, akarod a világot néven. Ez az ELTE-vel volt kapcsolatban, és idén Budoku néven folytatjuk, vagy Budapesti Dokumentumfilmfesztivál néven. ELTE velünk van továbbra is, csak a nemzetközi nyitás miatt kellett egy egyszerűbb név. És ebben az 5 évben eddig csak mi válogattunk filmeket, azokat mutattuk be. De most először neveztek filmek a fesztiválra, magyar filmek, és 11 egész estés meg tévéhosszúságú dokumentumfilm került be a versenyprogramba. És lehet, hogy már hallottak a nézők a Szerelempatakról, a Besence Openről, a Tartótisztnek volt nagy története. Ezek olyan filmek, mind amelyek 2013 eleje óta készültek, és a lehető legpontosabb lenyomata szerintem így a mai magyar társadalomnak. Nagyon sok felé ágazik, mindenről szólnak a filmek, és az nagyon izgalmas, hogy most ott vannak egymás mellett, hogy az Overdose például a csodaló története. Igen. Ezek most mind itt vannak egyszerre, egyszer ingyen vetítjük, délutánonként minden filmet,
és este meg 1000 forintos járnak. Ugye azt megbeszéltük, hogy te meg én, azt tudjuk, hogy ezek nagyon vagány filmek, és ez az egész egy nagyon vagány műfaj. Hogyan próbáltok minél több embert becsalogatni ezekre a filmekre, úgymond? Hát nekünk ilyen nagyon, tehát nyilván az összes közösségi portálon ott vagyunk, és próbálunk kommunikálni a közönségünkkel, az nagyon jól működik. Azon kívül csinálunk speciális eseményeket évközben is, így tudnak rólunk, tudják, hogy miket csinálunk. Kis ízelítő van. Ízelítők, pontosan bemutatunk filmeket, akkor hozzájuk hozunk zenekarokat, és akkor így, hogy összekapcsoljuk mondjuk a zenét meg a filmet, az általában mindig nagyon jó. Akkor, hogyha még hozunk szereplőket, rendezőket, és még van egy jó beszélgetés, az még jobb. Tehát, hogy próbáljuk úgy föl hype-olni egy-egy filmbemutatót, ami tényleg olyan, amire azt mondod, hogy igen, ott akarok lenni, és ez a szájról szájra kommunikáció, ez is nagyon működik a fesztiválunk esetében. És hát nyilván az ilyen kedves megkeresések, mint ami tőletek jött, tehát ez is nagyon fontos, hogy ti is érdeklődve figyelitek a dolgokat, amik történnek Budapesten, és akkor valahogy megtaláltok minket, tehát hogy ez nagyon jó. Uh-huh. És igen, így megyünk. Uh-huh. Kis lépésekkel, nem de nagy igényekkel, mert tényleg nagyon komoly filmek vannak. Ha már igények, egyébként mondtad azt, hogy évközben is munkálkodtok, egyébként ilyenkor kisebb kutatásokat is végeztek, hogy mikre lennének kíváncsiak az emberek? Mondtad, hogy ti válogatjátok őket, igen, csak arra kíváncsi vagyok, hogy mi alapján. Hát én járok más fesztiválokra is, külföldre is, és akkor ott nézem az ottani bemutatókat, premiereket. És akkor látom azt, hogy ez, vagy elgondolkodom azon, hogy mit gondolhat a magyar közönség, hogyha ezt látja. Általában mindig úgy vagyok egy filmmel egyébként, hogy miközben nézem, meg küldenek hozzánk azért filmeket külföldről is, tehát az eddigi rendezők, akikkel kapcsolatban voltunk, vagy forgalmazók, azok küldenek nekünk filmeket, mi ezeket megnézzük, és akkor mindig úgy nézem, hogy vajon a magyar közönség ehhez mit szól. És mindig próbálunk, igen, tehát hogy mindig a néző szemével próbálom így látni a világot igazából, hogy igen, ennyi. Ez azért nagyjából rajtam múlik. Én bízom benne egyébként, és reménykedem, hogy sikerülni fog minél több emberhez eljutni. Még egyszer akkor mit tudunk elmondani erről, hogy mikortól, meddig tart? Tegnap kezdtünk, május 6-a, ugye kedd volt a nyitó eseményünk. Nagyon jó buli volt, egy amerikai zenekar játszott éjféltől, egy szintipop zenekar. És megyünk végig most vasárnap estig. Vasárnap lesz a magyar filmeknek a díjátadója. Este 7-kor, utána a díjnyertes filmeket meg lehet nézni még éjszaka a művészmoziban, illetve a... Igen, de vasárnap éjjel végzünk. Addig Iván and the Parazol koncert lesz még esténként, hip-hop buli lesz a Stone Throw Records-ról készült filmhez kapcsolódóan, a Monday Session-ös hip-hop crew fog jönni zenélni, lesz egy Magyarországon élő külföldiek DJ párbaja, szóval minden este nagyon erős lesz, és napközben meg filmdömping ingyen is, meg 1000 forintos jegyárral is, szerintem kihagyhatatlan. Amit az előbb felsorolt egyébként, azok igaz ingyenségek. Van esetleg weboldalatok, hogyha valaki részletesebben kíváncsi a programra? Igen, budoku.hu, vagy a Facebookon szintén budoku alatt megtaláljátok. Szuper, Szabi, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.